Második helyen végzett a lengyelek mögött EB selejtező csoportjában a női röplabda válogatott, amely így pótselejtezőzhet Románia ellen. Az első találkozó szombaton idegenben mindkét csapat ott volt a tavalyi kontinens tornán. A Békés Csabai játékos Szakmári Grétát kapcsoljuk most. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Gréta, hol tart a csapat a felkészülésben? Ugye másodiként zártuk az EB selejtezőt, a következő selejtezőkör a románok ellen lesz. Most volt egy kisebb pihenésünk ezután a lengyel túra után, és ma folytatjuk a továbbra a felkészülést a románok ellen. Ezután a lengyelországi Bielsko-Bialai túra után el volt-e kenődve a társaság? Mennyire pörögtetek már föl, léptetek ezen túl? Mert hát most itt van az újabb lehetőség, tehát előttetek még az EB kijutás abszolút. Igen, az első kör után, ami ugye az Érd Arénában volt, azért nagyjából felkészültünk rá, hogy a második helyet ezt mindenféleképpen meg kell szereznünk, vagy a finnek elleni mérkőzés az nálunk nagyon fontos volt kint Lengyelországban. Ott 3-2-es győzelmet arattunk, így ismét pontot vesztettünk, így már tudtuk, hogy elsők nem lehetünk, de így az észtek elleni meccs megint nagyon fontos volt, hogy ők se érjenek utal. Most készülünk a románok ellen. Ezt akarom kérdezni, hogyha már mondtad itt a kinti mérkőzéseket, hogy a játszmarányokból úgy tűnik, hogy ugyancsak megízott a csapat minden ellenfele ellen, szóval ebben az benne volt az a tudat is, hogy inkább ez már pótselejtező lesz, vagyis hogy legyen meg a biztos második hely? Hát ugye minden esetőségre felkészül az ember, de mondhatni, hogy szerettük volna bebiztosítani a második helyet, de nyilván nem úgy mentünk ki, hogy nekünk a második, mindenféleképpen elsők szerettünk volna lenni, de ugye mivel szetteket vesztettünk az első körbe, így aztán elég nehéz lett volna az első helyet megszerezni. A második ez most biztos lett. Na igen, és következik Románia, mint ahogy említettem az elején, szintén EB résztvevő volt tavaly, és hát vannak közvetlen tapasztalataitok a románokkal kapcsolatban. Ebből mit lehet tanulni? Igen, a románoknak is nagyon jó csapatuk van, Euroligán találkoztunk velük júniusban. Ugye mondhatni, hogy mi se teljes csapattal találkoztunk velük, elméletileg ők se teljes csapattal voltak. Itt mindig azért nagyon fontos, hogyha kiesnek kulcs fontos játékosok a csapatból, de benne van, hogy jó mérkőzést fogunk játszani, és természetesen nekünk csak a győzelem játszik. Jó, tehát akkor az idei találkozásból messze menő következtetéseket a hiányzók miatt nem vonhatunk le. Mi az, amiben javulnatok kell az első két selejtezős csoportkör után, mit gondolsz? Hát, hogyha javulást, én úgy csapatszinten szerintem jól játszottunk a második körbe, vagy az első körben ugye kijött úgymond egy kisebb csúcsforma, ami látható volt, hiszen ezért végig 3-1-es meccseket játszottunk, a lengyelekkel is sikerült egy nagyon jó meccset játszanunk. Fejben kell ott lennünk, én azt mondom, mindenkinek megvan a tudása ahhoz, hogy legyőzzük ezt a román csapatot. Csapatként is nagyon jól működünk, oda kell tennünk magunkat. Ha összegészében nézzük, akkor a magyar csapat, a magyar válogatott jobb a románnál? Én teljesen biztos vagyok benne, hogy jobbnak kell lennünk, és jobbak vagyunk, mint a románok. Meglátjuk a következő két hétvégén. Jó-e, mennyiben jó és előny az, hogy az első mérkőzés idegenben lesz? Hát ott megnézheti az ember, hogy tényleg, hogy sikerül az a mérkőzésünk. Mindig jobb hazai pályán játszani, de szerintem mindenki így van vele. Mert amennyi szurkolónk van is kijön, és egy pluszt ad a csapatnak, ott mindig jobban tudunk teljesíteni. Egy ilyen román-magyar összecsapás az hordoz hasonló indulatokat, és csípős-paprikás légkör várható, mint a futballrandevúk esetében? Igen, mindig hallom az ismerőseimtől, akik ugye szurkolnak, hogy bennük van ez a foci lászerűség, hogy akkor a románokat oda-vissza, de én nem érzem azt, hogy így a röplabdában meg lennem. Ugye ez a mondhatni, hogy magyar habitus azért mindenki ott van, meg ugye ezt halljuk a futball után,
de nem, röplabdában nem hiszem, hogy ez így meg lenne. Mit tippelsz? Kint is lehet győzni Gréta, vagy alig, hanem Érden kell majd kiharcolni a kijutást az Európa-bajnokságra a második meccsen? Természetesen kint is lehet győzni kint románok el. Kint is lehet győzni. Csapatszinten kell akkor mentálisan erősnek lenni, azt mondod. Sérülésekkel hogy állunk? Kihevert el mindenki, teljes csapat lesz-e, hogyha már említettük azt a bizonyos nyári meccset, ahol sok hiányzó volt? Igen, most teljes csapattal vagyunk. Voltak kisebb problémák, kisebb sérülések kint a Lengyelországban is, de túl vagyunk rajta. Úgy érzem, hogy azért nagy részt 100%-osan mindenki ott tud lenni fejben, lélekben és testileg is, szóval a győzelemre hajtunk. Na most, te ugye több fronton is harcolt természetesen a válogatott mellett. Most ebben a csapatban, ezen a két mérkőzésen mit vársz magadtól? Hát ugye tavaly óta most megszereztem úgymond azt a kiváltságot, hogy kezdőként léphetek a válogatott szintjén a pályára. Én minden meccsen úgy állok fel, hogy a lehető legtöbbet hozzá tudjak tenni a csapat érdekeihez, és illetve a magyar válogatott érdemeihez. Én szeretném a legjobb formámat hozni ezen a két mérkőzésen, hogy kijuthassunk a 2017-es Európa-bajnokságra. Ez a bizonyos kezdőcsapatba kerülés, ugye tavaly szerződtél Békés Csabára, voltak külföldi lehetőségeid is. Ezek szerint akkor ez volt a legjobb döntés a fejlődés szempontjából? Igen, ismét azt kell mondanom, tavaly is a lehető legjobb döntést hoztam meg, hogy Békés Csabára igazoltam. Sasa Nedeljkovic nagyon jó edző, nagyon kemény, de viszont tényleg kihozza az emberből azt, amit tudnia kell. Békés Csaba és az Egyesület ezt pedig támogatja mindenféle szinten, nagyon jó háttér Egyesület. Neked az is izgalmasabbá teszi a szezont, hogy persze nyilván itthon címvédésre készültök, de bő egy hónap múlva már a Bajnokok Ligájába is ott kell vitézkedni a csapatnak, tehát a nemzetközi feladat az nem csak az EB kijutás lesz. Hát melyik a nehezebb front? Hát őszintén nem tudom megmondani. Most így azért is nehéz, ugye, mert mi most a válogatottal készülünk, közben a csapat az otthon Békés Csabán készül továbbra is, és nagyon kevés időnk lesz összeszokni, azért három játékos, a Molcsányi Rita és a Tála Zsuzsanna is ugye a válogatottban van, ők is mind kezdő emberek a Békés Csabában. Nehéz lesz újra összeszokni egy másfél-két hét alatt, ugye indulnánunk a MEBSA is, és a majd a magyar bajnokság is, igyekszünk. És a BL pedig nagyon várom már a cseh bajnokkal játszunk, igen, egy nagyon jó csapat. Évek óta kint vannak a Bajnokok Ligájában, minden évben játszanak. Kíváncsi leszek. Békéscsabai edzőtök egyébként, mivel engedett el titeket erre a két pótselejtezőre? Nem ő a szövetségi kapitány, de hát azért a saját nap mint nap látott játékosainak adhat szakmai vagy egyéb jellegű tanácsot. Kaptatok-e ilyet tőle? Természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ugye mindig megbeszéljük vele, hogy mi történt a mérkőzésen, miben voltunk erősek, miben voltunk gyengébbek, támogat minket. Én is úgy vagyok vele, hogy minden meccsen sokszor eszembe jutnak azok a mondatai, azok a figyelmeztetései, amikre figyelnem kell, hogyha nem vagyok olyan paszban, és ez nagyon sokat segít amúgy. Ilyen egy karakteres klubedző, aki hatást gyakorol a játékosaira. Egy optimista tippet a végén mondjál nekünk, Gréta, hogy fog alakulni ez a két mérkőzés? Győzelemre hajtunk, és várjuk, hogy mindenki szurkoljon nekünk. Magyarország, nem tudok többet mondani. Oké, kinyertek 3-2-re, itthon 3-1-re, ezt így aláírjuk, nem? Jó lesz, de reméljük jobb is. Legyen még ennél is jobb. Hát akkor hajrá hozzá az első fellépéshez majd szombaton. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Szia.